Bár az RMDS-nek csak 200 ezer támogató aláírása van szüksége ahhoz, hogy indulhasson a május 13-ára tervezett EP választáson, előzetes becslések szerint a jövő hét végi összesítésnél várhatóan a 310 ezeret is túllépi. A Szolos Ferenc képviselő a mai sajtóértekezleten a szövetség EP választási programját tartalmazó kiadványát is bemutatta, melyet egy 10 tagú bizottság készített. A program, amely az erdélyi magyarság céljait és az őket érintő összes kérdések megoldását tartalmazza, szenátorok, miniszterek, intézményvezetők és egyházi méltóságok javaslatai alapján készült. Az RMDS jelöltjei egy szóval erős háttérrel rendelkeznek, fogalmazott Asztalos. Hihetetlenül fontos az, hogy az RMDS listáján jelöltek bekerüljenek az Európa Parlamentbe. Miért? Mert az Európa Parlamenti képviselőnek a tisztségéből eredően a feladata sokrétű. Itt nem csak arról van szó, hogy vajon egy kis szegmentumát az erdélyi magyarság igényének meg tudom-e jeleníteni, vagy nem. Hanem itt arról van szó, hogy olyan képzettséggel és olyan politikai, diplomáciai kompetenciákkal kellenek ezek az emberek legyenek felvértezve, ami által valóban a küldetésének eleget kell tudni. Nos, az RMDS jelöltjei az első három befutó helyen lévő emberek mindenike végigjárta, jó értelembe véve a közszereplés, a politizálás szamár létráját. Mindenkinek tudnia kell, hogy az RMDS a jelöltek közreműködésével nem egy mások által megteremtett lehetőségbe akar beülni, hanem ennek a lehetőségnek a megteremtője is. Ezek az emberek tehát tudják, hogy mi az Európai Parlamentben való jelenlét lényege, fogalmazott Asztalos.